Beyblade. Az előző rész tartalmából Kiója és Damien azután is áldás csatát vív, hogy Kiója megszökött Hétis birodalmából. Leon uralja a meccset, és az oroszlán mancsai keményen lesújtanak Cerebrusra és a gazdájára Damienre. Damien azonban feláll, mert nem hajlandó veszíteni, mert a kiválasztottnak gondolja magát. Beborul az ég, ahogy Körbex és Leon elindul az utolsó ütközetére. Kiója azonban spéci fogással várja az oroszlán király fordított szélrohamával. Leon magasabbra száll, mint valaha, ott átfordul és hatalmas csapást mér Körbexre. Leon ereje túl soknak bizonyul Körbexnek, ami a füst felszállásakor már mozdulatlanul fekszik. Damien sokkolja a vereség, és ájultan rogy a padlóra. Eközben az irányító központban ülő zigorát üzenetet küld a világnak, miszerint a Spiral Force-t a legbőkezűbb ügyfélnek adja el. Hogy minél többet kínáljanak érte, elhatározza, hogy rendez még egy bemutatót és megsemmisít egy szigetet valahol a tengeren. Jinga és Masamune elérték a Spiral magot, melyet meg kell semmisíteniük, hogy megmentsék a barátjukat, Tobit. Tomboló tempó. Ez meg miféle helyiség? Szóval ez lenne a Spiral mag? Tobi! Kitartás, Simbi! Ígérem neked, hogy ki foglak szabadítani! Ideje elrendezni folyóügyeinket, mielőtt elkezdjük a bemutatót. Spiral Force-t kiengedni! Tobi! Felej! Masamune! Nem hallasz engem? Mi folyik itt? Higgadj már le, Masamune! Ez a hely veszélyes! Engedj el! Én vagyok az Tobi! Masamune vagyok! Masamune, nem ismerlek téged! Ezt a Tobit sem ismerem. Nem tudom ki az, de nem én vagyok. Az én nevem Faust. Miről vakerálsz itt, Tobi? Nem ismered fel a régi cimborádat, Masamunét? Hiába beszélsz, hozzá! Zigurát! A fiatal úr már nem azonos Tobival. A kondicionálásomnak hála, ő most már a legerősebb Blader. Az ő neve Faust. Mi? Új generációs energiaforrás. Ő termeli a Spiral Force-t, amely megmenti majd az emberiséget. Tobi nem a megmentő! Nincs joga ezt tenni a barátommal! Változtassa vissza Tobivá! Nem sokat tudok erről az új generációs energiáról, de maga tényleg hajlandó veszélynek kitenni az ártatlanokat, csak hogy suskával tömesse meg a bukszáját? Ezt felnőtt nyelven úgy hívják, hogy jó üzlet. Nem fogjuk hagyni, hogy nyerészkedjen a béjeinken! Meg fogom állítani magát! Megállítasz? Hogyan? Munkára fel, Faust! Munkára, tempó! Tempó addig forog, ameddig csak szükséges. Nincs időkorlátja, akár egy örökké valóságon át képes lenne pörögni. És amíg tempó forog, addig a Spiral Force is egyre csak termelődik és termelődik. Ne valljatok kudarcot! Szóval azt hiszitek, hogy sikerrel járhattok? Legyőzhetitek azt a B-t, amelyhez a VB-n gyűjtött információ szolgáltatta az alapot? Hogy megállíthatjátok Twisted Tempót? Igen, megállítjuk! Ezért osontunk be ide, nem?
Szétverjük Tempót, és utána hazavisszük Tobit, érti? Készülj fel, Masamune! Kész vagyok, Jinga! Ostoba gyerekek! Hasítsatok be! Neki mért Pegazus! Egy pontra koncentrálj! Törj át a falán, Striker! Jól csinálod! Kösz, Masamune! Ó! Oh. Te vagy Striker! Mi? Pegazus! A támadásaink nem értek el semmi hatást! Ha külön-külön támadunk, az nem válik be! Figyelj, öreg! Oké, támadjunk együtt! Jó, most húzd bele! Gyerünk újra! Roham! Hiába, gyerekek! Tempó túl nagy falat nektek! Ez szívás! Fel sem veszi! Nem semmi, B, az biztos! Mi az, hogy? A stabilitás Tempó legnagyobb ereje! Tempó recés gyűrűje, a valaha készült legnehezebb fúziós gyűrű. A nehéz recés gyűrű védelmével nincs a világon erősebb védekező B Tempónál. Lehet bármilyen magas a védekező ereje. Pegazus és Striker át fog törni rajta. Úgy bizony! Ne add fel, Striker! Told erősen! A recés gyűrű által keltett centrifugális erő olyan hatalmas, olyan egyenletességet biztosít Tempónak, amelyet a legbrutálisabb támadásokkal sem lesztek képesek megbontani. Az sem számít, hogy közösen próbáljátok. Nem tudjátok megállítani. Frász nem! A végén úgy is győzünk! Maradj rajta, Pegazus! Válasz le őket, Tempó! Elképesztő! Micsoda B! Látjátok? Twisted Tempó forgását sehogy sem lehet megakasztani. Legközelebb talán megfogadjátok egy felnőtt tanácsát, gyerekek. A Spiral Force energia hirtelen emelkedésnek indult. Energia mennyiség a 6-os szinten, 7-esen, 8-ason. Kiváló! Azonnal megismerkedhettek Tempó igazi hatalmával. Mi? A relativitás elmélet kiagyalója, a fizikus zseni Einstein azt mondta, hogy egy tömeggel bíró tárgy meghajlíthatja a teret és a fényt, és egy ilyen helyen még az idő folyása is megreked. Pontosan ez az elmélet segített megalkotnom a legnagyobb B-t. Egy B-t, amely egyszer s mindenkorra megváltoztatja a világunkat. Minket hord ez itt össze? Biztos agymenése van. Azt próbálom nektek elmagyarázni, ostoba kölykök, hogy a hatalmánál fogva Tempó képes befolyást gyakorolni a tér és az idő felett. Világos? Spéci fogás Tempó! Spiral dimenzió! Wow! Most milyen? Máj! Most hol vagyunk? Ez meg mi? Mi lehet ez? Pegazus! Striker! Az az örvény ott egy fekete lyuk? Igen, így van. Ez a Tempó által létrehozott fekete lyuk. Tobi? A fekete lyuk irányítja az időt és a teret. És semmilyen támadással nem tudtok hatni rá. Marhaság! Ki hinni el ezt a butaságot? Vesd meg a lábad, Striker! Felesleges. Tempó teljes befolyást gyakorol a térre és az időre. A ti múltatok, jelenetek és leginkább a jövőtök az én kezemben van. Itt én szabom meg, hogy mi lesz. Pegazus! Striker! Hogy a Hades cég zavartalan és biztos jövő elé nézzen. Minden ellenszegülőt a sötétség mélyére taszítunk.
Ezt nem teheted! Pegasus! Striker! Hogy a Hades cég zavartalan és biztos jövő elé nézzen, minden ellenszegülőt a sötétség mélyére taszítunk. Ezt nem teheted! Csodálatos! Tempó ereje még az én várakozásaimat is felülmúlja! A Spiral Force energia még tovább emelkedik. Energia telítettségi szint 10, 11, 12. Nem mérhető tovább. Az újabb emelkedés már veszélyes. Minden érintettnek! Kisugárzásra felkészülni! Mi a jó élet folyik ott fent? Hé! Nyissák ki az ajtót! Tobi! Tobi! Siessetek! Hades City a tenger felé tart. Ha kijut a nyílt vízre, akkor vége! A tenger felé! Vajon ki olyan és a többiek biztiben vannak? A város körül megszaporodtak a kisülések. Jinga! Ki olyan, tesó? Kapaszkodni ott hátul! Mert most odalépek! Ne add fel! Bízom benned, Pegasus! Mi van? Miket hordasz itt össze a Hades jövőjéről? Ziggurát csak felhasznál téged, hogy leigázhassa a világot! Kérlek, hallgass ránk, Tobi! Nyisd ki a szemed! Cél befogva, rögzítve. A Spiral Force kisugárzási előkészületek befejeződtek. Visszaszámlálás. Így veletek! Ti ketten az örök sötétségbe fogtok veszni! Pegasus, ne! Striker! Megjátszátok magatokat, holott csak gyerekek vagytok! Sohasem tacolhattok egy felnőttel. A sötétség rabjai vagytok, ahonnan már sohasem szabadultok ki többé. Eközben rám hírnév és gazdagság vár. Ünnepelt tudós leszek, aki mellett még a nagy géniusz Einstein is csak egy helyettes tanárbácsinak tűnik majd. Spiral Force kibocsátásig hátralévő idő 20 másodperc, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Ha, szóval ez lenne magasztos kutatásod gyümölcse, Dr. Ziggurat. Szánalmas. Te is csupán csak egy összezavarodott ember vagy, akit megbabonáz a bélyek ereje, és aki hagyja, hogy a kapcsiság sötét ereje bekebelezze és felemészze. Egyszer és mindenkorra véget vetek neki! Gá! A múltunkkal együtt Zeus darabokra! Hasíts bele! Ha! Mi volt ez? Vészhelyzet van, uram! A Spiral Force kisugárzópont megsérült. Erős energiagócpontot észlelünk, amely felfelé haladva megsemmisíti Hades City-t. Hogy micsoda? Mi a jó fele történt odalent?
Mi az ott? Ki csinálja ezt? Az ott nem El Drago. Atyám, felfordult a világ. Hú, hála az égnek. Nézd, Masamune! Ott a kijárat a fekete lyukból. Királyság! Csak oda kell céloznunk. Pegazus! Nyomás, Striker! Induljunk, Pegazus! Vigyél ki ebből a fekete lyukból! Törjünk ki innen, Striker! Ne! Pegazus! Striker! Igen, újra versenyben vagyunk! Tobi! Nálad minden oké? Tempó! Tobi! Pörög tovább, Tempó! Gyorsabban! Gyorsabban! Tovább, pörög jobban, Tempó! Még jobban! Hagyd abba, Tobi! Nincs már rá szükség! Masamune! Támad tempót, mielőtt felpörög! Oké, értem! Striker! Ezúttal megállítom tempót! Csak győzhetek! Mozgás, Pegazus! Menj egyenesen neki! Pörög, Tempó! Pörög! Pegazus! Striker! 1-2! Spéci fogás! Pegazus csillagporzuhanás! Spéci fogás! Villámkartörés! Energia Tempo! Spiral Dimenzió! Most már nem ijedek meg tőle! Én nyerek és megmentem Tobit, értve? Pegazus! Fene. Megállítottuk. A végén csak győztünk. Hey! Tobi! Tobi! Masamune, jól vagytok? Tobi, szólj hozzám! Tobi! Nem esett bajod? Jinga! Masamune! Jingi! Üdv, skacok! Nincs semmi bajotok? Nincs. Bár ki tudja. Miért? Szép kis kupi. Ez gáz. Ezek elintézték, mire ideértem volna. Igen, minden jel szerint. Mi lett a Spiral maggal? A nagy találmányom, a vakmerő terveim. A kölykök mindent eltoltak. Gyerünk, tarts ki, Tobi! Hékás, emlékszel rám? Én vagyok, az Masamune. Masamune, az kicsoda? Az én nevem Faust. Soha életemben nem láttalak. Tobi, most sem ismersz meg. Tempó, adjátok elő tempót! Tobi, most is a kondicionálás hatása alatt áll. Ott vagy, Tempó, mert nem kell, hogy megpörgessem. Tobi! Mi a fene ez? A stabilizátorok megsemmisültek. Hades City irányíthatatlan. Spiral Force energiája a vörös mezőben is tovább emelkedik.
A reaktor hamarosan felmondja a szolgálatot. De az nem lehet! Ki kell sugároznunk magunkból a Spiral Force energiát, vagy a reaktor 20 percen belül leolvad, és egész Hades City felrobban. Ah! Az egész felrobban! Kettes és hármas hajtómű leállt. Csökken a tolóerő. Veszítünk a magasságból. Odassatok! Hadesben nagy az űr! Zuhan a város! Hát ez komoly zűr! Úgy érted, hogy a Hades City belecsapódik az óceánba? Toby!